Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó csütörtökön az M1-en, Radetzky Viktor vagyok. Már csak nem 38,5 millió a koronavírussal fertőzöttek száma a világon, több mint 26 millióan viszont már meggyógyultak. Nagyon magas azonban a halálos áldozatok száma, már a túllépte az 1 milliót, egyre több országhoz drasztikus lépéseket a járvány megfékezésére. Szombattól éjszakai kijárási tilalom lép életbe, több francia nagyvárosban a koronavírus miatt a legfertőzöttebb területeken este 9 óráig be kell zárnia minden színháznak, mozinak és étteremnek. A korlátozások decemberig lesznek érvényesek, a szabályszegők bírságra számíthatnak. Németországban és az Egyesült Királyságban is hasonló korlátozásokat vezettek be a hatóságok. Az angliai Liverpoolban például minden bárt, edzőtermet és fogadóirodát is bezártak. Csehországban bezárták az összes iskolát és éttermet a koronavírus miatt, pedig a cseh miniszterelnök is azok közé tartozott, aki nem akart zárni, de a fertőzés túl gyorsan terjedt. Volt olyan nap, amikor több mint 8000 fertőzöttet regisztráltak. Szlovákiában is egyre kritikusabb a helyzet. A testhőmérsékletét mérték szerda reggel egy diáknak az egyik cseh kisváros iskolájában. Ugyan november 2-áig szinte minden iskola bezárt az országban, néhány intézmény mégis működik tovább. Ide azokat az alsós gyerekeket hozzák, akiknek a szülei az egészségügyben dolgoznak. Nagy az orvoshiány, senki sem mehet szabadságra csak azért, mert nincs iskola. Az egészségügyi miniszter kedd este televíziós beszédében azt mondta, három bonyolult és egyáltalán nem vidám hét vár az ország lakosságára. Tisztában vagyunk azzal, hogy a korlátozó intézkedések bevezetése sok emberben dühöt, kételyt fog kiváltani. Sokan úgy érzik majd, hogy ezek értelmetlenek, túlzóak és saját szabadságuk korlátozásaként élik meg. De higgyék el, ha nem lépünk, a vírus terjedése ellenőrizhetetlenné válik, mondta a miniszter. Az egészségügyi hatóságok szerint a következő hetekben nőni fog a kórházakban kezeltek, a súlyos esetek és a halálozások száma. Ezért kellett szigorítani az intézkedéseken. Az éttermeket ugyan bezárták, ennek ellenére az ételkiadás működik. Ez azt jelenti, hogy bedobozolják a kész ételt, és azt mindenki hazaviheti. Ezen kívül bezárták például a klubokat, a szórakozóhelyeket, a játéktermeket. Tehát minden olyan helyet, ahol az emberek bemehettek, és esetleg ott több időt eltölthettek, a kávéházakat, a cukrászdákat, tehát ezek nem lehetnek nyitva, ahol ételt szolgálnak fel, ott kiadhatják az ételt. A csehek nagy része abban reménykedik, hogy a szigorítások hamar véget érnek. Egyszer már volt ilyen, úgyhogy az emberek nagy része tudja, hogyan működik. De sok olyan vendégünk van, aki nem akarja elvinni. Inkább beültek volna egy kávéra, de magukkal vinni nem akarják, mondja az üzletvezető egy mikulovi étteremben. Szlovákiában csütörtöktől minden településen kötelező lesz a kültéri maszkviselés, tilos minden tömegrendezvény, 6 főnél több ember pedig nem gyűlhet össze. Az éttermek nyitva maradnak, de étel csak a teraszokon lehet elfogyasztani. A fitness és wellness központok bezárnak, korlátozzák az üzletek és bevásárlóközpontok látogatóinak számát, és megint bevezetik, hogy a nyugdíjasok csak délelőtt 9 és 11 között vásárolhatnak. Ezek az intézkedések addig lesznek érvényben, amíg a napi esetszámok hétnapos átlaga nem csökken 500 alá, mondta a miniszterelnök. A középiskolák hétfőtől áttértek a távoktatásra, az alsósok azonban tovább járnak iskolába, nekik az osztályokban is maszkot kell viselniük. Itthon kevesebb programot tartanak október 23-án a járvány miatt. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, hogy a programok az ünnepélyes zászlófelvonásra és a magyar becsületrend átadására korlátozódnak. Ahogyan írták, arra kérik az állami intézményeket, az önkormányzatokat, hogy az állami ünnepek szervezésénél ezt tartsák irányadónak. A tisztifőorvos is azt kérte, hogy a járvány miatt idén ne szervezzenek tömegrendezvényeket. A zászlófelvonáson és a díjátadáson kívül egyéb rendezvényt nem szerveznek központilag. Az a tiszteletteljes kérésem, hogy a területen is önkormányzatok, egyéb szervezetek, akik a 23-ai ünnepségnek a megtartásán, megszervezésén gondolkodnak, ezt az irányt tekintsék mértékadónak.
Szlovénia és Magyarország is a járvány ellen jobban védekező országok közé tartozik Európában. Erről beszélt Orbán Viktor a szlovéniai útján. A miniszterelnök hangsúlyozta, gyakran tárgyal a vírushelyzet alakulásáról szlovén kollégájával, és sokat tanulhatnak egymástól. Azt mondta, győzni akkor fogunk, ha lesz vakcina, de ez nem holnap lesz. Addig a pillanatig azonban el kell vezetni az országokat. Jobban tudjuk teljesíteni ezt a kötelességünket, ennek az útnak a menedzselését, hogyha együttműködik a két ország a vírus elleni küzdelemben is. Szlovénia eddig is számíthatott Magyarországra, mi is számítottunk mindig Szlovéniára. Sok sikert kívánok a miniszterelnök úrnak és a szlovénoknak a védekezéshez, és ha segítségre van szükség, akkor ránk számíthatnak, és ha nekünk lesz szükségünk segítségre, mi is fordulni fogunk majd önökhöz a kölcsönös bizalom jegyében. Manilában tárgyal Szijjártó Péter, a külgazdaság és külügyminiszter a megbeszélések előtt közösségi oldalán azt írta, a világjárvány teremtette helyzetben komoly közbenjárásra van ahhoz szükség, hogy a vállalataink külföldön is meg tudják tartani a pozícióikat, és továbbra is foglalkoztatni tudják a magyarországi munkavállalóikat. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ez a tény világosan kijelöli a tárgyalások irányvonalát a Fülöp-szigetek minisztereivel. Újabb programmal bővül a CSOK, januártól már lakásfelújításra is lehet igényelni otthonteremtési kedvezményt. Az otthonfelújítási támogatást már az egy gyermeket nevelő családok is igényelhetik. A költségek felét az állam állja, legfeljebb 3 millió forintig. Az otthonteremtési program új elemének igényléséhez a CSOK nem feltétel. Novák Katalin miniszter a ma reggelben azt mondta, a programmal azokat is szeretnék megszólítani, akik az eddigi családtámogatásokat nem vették igénybe. Hozzátette, a kedvezmény bevezetése fellendítheti a gazdaságot is. A lehető legbővebbre szeretnénk nyitni a kaput, azt szeretnénk, hogyha valóban a legtöbbeknek tudnánk segíteni, hiszen ez az otthonfelújítási program elsősorban segít abban, hogy akik már gyermeket nevelnek, minél jobb körülmények között tehessék meg ezt, másrészt pedig hozzájárul a gazdaság fellendítéséhez. Több utat is lezártak az áradó Sajó és Hernád mentén. Borsodaba Üzemplén megyében a további esőzések miatt mindkét folyón akár 4 méteres vízszint is kialakulhat. Most következő egy-két napban már csökkenő intenzitással, de még mindig várható újabb esőzés. Tehát elsősorban itt, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén a Hernád, a Sajó, a Bodva és a Tarna folyókon kellett, vagy kell majd elrendelni védelmi készültséget, és a most következő napokban főleg a Hernádot és a Sajót érinti majd ez az árhullám, ahol bizony a legmagasabb fokú, harmadfokú készültséget is el kell, vagy már a Sajó esetében el kellett rendelnünk. Megérkezett az első hó Magyarországra, a Kékestetőn tegnap több mint 10 cm-es hóréteg alakult ki. A hegycsúcs közelében fák dőltek ki, ezért oda nem lehetett most felmenni. Mátraházától egyébként sem engedtek fel senkit, mert az út baleset veszélyessé vált. Nem csak hazánkban súlyos az árvízhelyzet, Szlovákiában több helyen is küzdenek az áradásokkal, és hasonló helyzet Csehországban is, közben a Tátrában 15-20 cm-es hó esett. Tengelyig érő vízben gázolnak az autók az észak-kelet csehországi morva-sziléziai régióban. A környéken több patak és folyó is kiöntött. Az elárasztott utak több helyen komoly fennakadást okoztak a közlekedésben. Olomouc környékén volt a legrosszabb a helyzet, itt a megáradt folyók mentén a legmagasabb szintű készültségi fokozatot rendelték el, miután 24 óra leforgása alatt helyenként 60-80 mm csapadék hullott le. A veszélyeztetett településeken homokzsákokkal próbálták megvédeni otthonaikat a helyiek. Közben északi szomszédunknál is sok helyen áradások voltak. A Fülek melletti Nagy Darócnál szerdára kiöntött a Szuha patak, a víz elöntötte a mező nagy részét, illetve a patakmenti házak pincéjét. A tűzoltók árvízvédelmi gátakkal próbálnak védekezni az áradással szemben, miközben folyamatosan szivattyúzzák a vizet. Szepsiben is az árral küzdenek. Félünk, hogy bemegy a pincébe a víz, meg itt is, hogy áttör a víz, és akkor hát sajnos nem jó. Félünk. Milyen 10 évvel ezelőtt volt. A helyi hatóságok felkészültek a védekezésre, a meteorológiai szolgálat ugyanis jelezte, az eső nem áll el egy hamar.
Míg sok helyen az árvízzel küzdenek, addig a magasabban fekvő hegyek vonulatainak téli sport szerelmeseinek kedvezett az időjárás. Itt ugyanis kedre viradóra szokásosnál korábban beköszöntött a tél. A lengyel Magas-Tátrában és Szlovákia északi részén is megérkezett az idei első hó. A zsolnai kerületben a havazás miatt figyelmeztetést adott ki a szlovák rendőrség. A közeli lengyel üdülővárosban, Zakopanéban pedig kedden helyenként szinte teljesen megbénult a közlekedés. A frissen hullott 15-20 cm-es hó miatt. Továbbra is veszélyeztetik a lángok a lakott területeket Kaliforniában. Az amerikai állam több megyében vörös riasztás van érvényben. A hőség miatt ugyanis könnyen lángra kap a száraz növényzet. A hétvégére pedig a nagy meleg mellett erős szelet ígérnek az előrejelzések a térségben, ezért a helyi áramszolgáltató péntektől 54 ezer otthonban szünetelteti a szolgáltatást. Ebben az évben már több mint 8500 helyen gyulladt ki a bozót Kaliforniában. A katasztrófának legkevesebb 31 halálos áldozata van. Robot delfinek válthatják fel élő társaikat a vízi élményparkokban, legalábbis ezt szeretné elérni az a cég, amelyik a tengeri emlősök életű mását készíti. Jelenleg 3000 delfin él fogságban, amelyeket turisták szórakoztatására, különböző műsorokra tanítanak be. A robotok azonban még egy ideig biztosan nem lesznek elterjedtek. Egy műdelfinért ugyanis 5 millió dollárt, vagyis több mint 1,5 milliárd forintnak megfelelő összeget kér a gyártó.